Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves képviselőtársak, a polgármesteri beszámolóban elsőként a lomtalanításról szeretnék szólni, amely borzolja a kerület polgárainak idegeit. Persze egyúttal segítség is, de nem biztos, hogy így kellene ennek megvalósulnia. De annak idején, kb. 2 esztendővel ezelőtt jeleztem, hogy a kerület önkormányzata az FKF-nél eljárt annak érdekében, hogy a nyári meleg hónapokból kerüljön át késő őszre a lomtalanítás időpontja. Ezt a kezdeményezést azért tettük, hogy megpróbáljuk visszaszorítani az ilyenkor a közterületeken megjelenő életvitelszerű lakhatást, azaz, hogy a lomizók, akik gyűjtik a lomokat hivatásszerűen, azok ne szállhassanak meg napokra a közterületeinken, használhassák azt jogellenes módon. Próbáltuk ugye a téli hideg lehetőségével ezt korlátozni. Az idei ősz folyamán is ugye látható az FKF honlapján, mi vagyunk a legutolsók. Tehát az év utolsó lomtalanítása a 17. kerületben történik, pont ebből az okból. Ennek ellenére sajnos ezek a jelenségek most is ott vannak a közterületek közutak környékén. Több okból is megmagyarázható ez. Egyrészt az időjárás elég jó, az ilyenkor szokásossal ellentétben, és ez segíti a lomizókat. De ugyanakkor szeretnék elmondani néhány olyan jelenséget, ami nagyon nem kívánatos a kerületben, és jelentős részben a lakók tehetnek erről, hogy miről is beszélek. Először is ugye láthatjuk azt, hogy nagyon sok helyen előfordul az, hogy hiába kapják meg a postaládába a kerületiek azt az értesítést, hogy mikor van a lomtalanítás, melyik nap jön a lomtalanítóautó, hiába írja le hatalmas betűkkel az FKF, hogy az előtte lévő nap kell kitenni a lomokat, az első probléma az, hogy nem előtte lévő nap teszik ki a lomokat. Ez egy probléma. A második számú probléma az, hogy nem a saját házuk elé teszik ki a lomokat, mert őket zavarja, a frissen nyírt gyep látványát elcsúfítja, nem olyan szép hangulatos a kompozíció, de ehelyett kirakják olyan közterekre, ahol nem lenne szabad azokat tárolni. Ez a második számú probléma, ami miatt muszáj kritikába részesítenünk Rákosmente lakóit, egy bizonyos körüket, mert természetesen nem mindenki érintett ebben. A harmadik probléma az, hogy ugye az FKF kijelöl veszélyes hulladék tárolására, gyűjtésére alkalmas csomópontokat. Ugye ide kellene hordani azokat a veszélyes hulladékokat, festékes bödönök, autógumik és így tovább, ahol azt egy külön kocsival ugye elszedje az FKF. Természetesen ez nem sikerül sok esetben, hanem ez is megy az általános lomok közé, ami az FKF-nek okoz problémát a későbbi kiválogatásnál. A negyedik probléma az, hogy sajnos ez a 9 körzetre való felosztás, ez nem nagyon működik. Volt olyan például Rákoscsabai képviselőkre nézek, hogy teljesen két eltérő időpontban volt a Péceli útnak az egyik oldala, aztán a másik oldala. Hát nyilván ez a hulladék egy részét oly módon érintette, hogy az hosszú-hosszú napokig ott csúfította Rákoscsaba közterületét. És akkor az utolsó pedig, ami szintén probléma, az agglomerációs jelenség. Tehát az agglomerációból szervezett módon hordják be a fővárosba, azon belül a 17. kerületbe ezeket a hulladékokat. Ők nem kapnak értesítést, tehát valószínűleg mindenféle gát és korlát nélkül ott pakolják le, ahol nekik jól esik. Autószerelők, építési vállalkozók, és folytathatnám a sor. Tehát a lomtalanítás tekintetében ezek azok a jelenségek, amelyek még mindig mutatják ennek a dolgnak a gyermekbetegségeit, és arra ösztönöznek bennünket, hogy jövőre még erőteljesebb kampányt kell ezügyben folytatni, hogy tisztában legyen mindenki azzal, hogy ilyenkor ezt hogyan kell megvalósítani. Mert összességében ez egy jó dolog, hasznos dolog, szerintem mindenkinek segít, de mégsem úgy valósul meg a története, ahogy ezt kellene. Hiába jár minden közterületfelügyelő ilyenkor az utcán, hiába állítunk posztosokat a nagyobb csomópontok mellé, hiába vonjuk be a mezőröket,
hiába vannak ott a rendőrök is segítségként, nem lehet minden utca sarkolott állni. Úgyhogy ez a most elmondott néhány perces gondolatkör, ez bizony egy kritika is, az vegye magára, akit illet, minden esetre szeretnénk, hogyha ezen változtatni tudnánk, tehát jövőre nem csak az FKF, az önkormányzat is ebben nagyon erőteljesen megpróbál majd előkészülni a kommunikáció terén, hogy mindenki tudja azt, hogy ilyenkor mi a feladat. Szeretném akkor folytatni a következő napirenddel, vagyis a polgármesteri tájékoztató következő már kellemesebb témakörével, a tornaparkok fejlesztésével. A 17. kerületben az utóbbi néhány évben tornaparkok, kültéri fitnessparkok építésébe kezdtünk azért, hogy Rákosmente lakóinak az egészséges, sportos életmódját elősegítsük. Ezek a fitnessparkok gyakorlatilag az ingyenes szabadtéri sportolás lehetőségét biztosítják, és úgy látjuk, hogy nagyon nagy az igény rájuk. Annak idején a Rákospatak mentén hoztuk létre az elsőt, egy civil szervezet segítségével. Ott reggeltől egészen éjszaká, késő éjszakáig zajlik az élet, és sportolnak a fiatalok. Azóta már a 6. készült el. Talán emlékeznek a tavalyi évben a Madárdombon adtunk át egy ilyen tornaparkot, a Strázsahegyen, a Gyorsvét utcánál, a Kucorgó téren, a Zrínyi Miklós iskola, általános iskola tőszomszédságában, és most 15. utcai sportpályán, illetve párhuzamosan Rákoshegyen, a Zsuzsanna téren készült el a kültéri tornapark. Úgy látjuk, hogy ez nagyon nagy népszerűségnek örvend, amely ösztönöz bennünket, hogyha jövőre Isten is úgy akarja, akkor még tudunk újabb ilyen parkokat létrehozni. Tudom, hogy vannak képviselő igények erre, próbálom majd odafigyelni. Összességében már 32 millió forintot költöttünk el erre a programra, és úgy látjuk, hogy ez ténylegesen hasznosul, tehát ez egy jó befektetés. A következő, amiről szólnék, az Európai Uniós pályázatokkal kapcsolatos, és azon belül pedig az önerő alappal van összefüggésben. Rákosmente önkormányzata számos Európai Uniós fejlesztési projektet bonyolított le az elmúlt néhány évben, és ehhez jelentős önrészt is tett hozzá. Az utóbbi 3 évben a kormány kifejezetten elkötelezett abban, hogy segítséget biztosítson az önrészek tekintetében a helyi önkormányzatoknak, ezért úgynevezett önerő alapot nyitott, és ennek kapcsán az önkormányzat szintén sikeresen nyújtotta be pályázatait, és most a most záruló Európai Uniós ciklus, amely december 31-ig tart pénzügyi elszámolási értelemben, összességében 173 millió forintos önerő alap támogatást tett lehetővé. Tehát ez azt jelenti, hogy az Európai Uniós pályázataink nyertes összegei mellé az önrészeket is nagyon jelentős részben tudtuk finanszírozni, majd, hogy nem bizonyos pályázatoknál ez megközelíti a 100%-os finanszírozást. Ami így a költségvetés szempontjából nagyon hasznos. Láthatjuk egyébként a 3-4 éves beszámolóban is, hogy az önkormányzat meglehetősen jól áll most anyagilag. Nyilván van okunk tartalékolni, hiszen komoly beruházások várnak ránk a következő 3-4 évben. Tehát most legutóbb egyébként egy 5,4 millió forintos támogatást kaptunk a Zrínyi Miklós általános iskola felújítása kapcsán. Ezt az összeget ott hagyjuk a Zrínyi Miklós általános iskolában, mégpedig az alsós kisépület udvarának a korszerűsítését, új játszóeszközökkel való ellátását fogjuk belőle megfinanszírozni. Ez a szülőknek egy régi igénye volt, amit így vissza tudjuk talán csatolni, és meg tudjuk oldani ezt a problémát. Ez a másik dolog. A következő, amiről beszélnék, az elmúlt testületi ülés óta történtek között szeretném megemlíteni, hogy az önkormányzat költségvetéséből adódóan 5 millió forintos támogatásban részesítette az általános iskoláinkat, amelyek ugye ma már az állam fenntartásában működnek, és a technikai eszközök és az állam feladatai azok beszerzése. Ennek ellenére az önkormányzat ezt az összeget most arra a célra szánta, hogy különböző nyomtatókat, laptopokat, egyéb számítástechnikai eszközöket szerezzen be, vagy akár az oktatás technológiát támogassa. Ezt az átadást tartottuk meg
két héttel ezelőtt, tehát átadtuk az iskoláinknak ezeket a technikai eszközöket. Forrásul az iskolai épületek bérleti díjainak bevétele szolgált, ezt tudtuk visszaforgatni szintén az oktatásba. Csak rövid mérleg egyébként, amit elmondtam az átadáskor, hagyd mondjam el a testületi ülésen is, az elmúlt 4 évben 11 általános iskolánkból 7-et újítottunk föl. A mérleget azért érdemes figyelni, a 11-ből 7-et újítottunk föl. Ugye ebben a sorban említhető az Újlak utca iskola, a Diadal úti általános iskola, a Bartók zeneiskola, a Zrínyi Miklós általános iskola, most a Balassi Bánt gimnázium és a Körösi Csoma Sándor általános iskola és gimnázium, illetve a Cimra iskolának ugye az egyik épülete. A maradék 4-ben, ugye a Gregorban, 2005-ben volt egy új iskolaszárny átadása, és itt a régi épületnek a felújítását kezdtük előkészíteni, majd a sorban következhet. Ugyanez a Gyurkovics iskola tekintetében is megindult az előkészítés, ott is egy ilyen homlokzati hőszigetelést szeretnénk megvalósítani minél hamarabb. Szabadságsugár úton volt már egyébként 2008-ban egy felújítás, ott még maradt hátra némi munka, azt szeretnénk befejezni minél előbb, és végül a Kossuth iskola, amely egyébként általánosan jó karban van, de ha szükséges, akkor ott is megcsináljuk a kimaradt részeket. Tehát a 11-ből 7 fel lett újítva, és a maradék 4 is napirenden van. A 3 egyházi iskola, ami emellett van, abból 2 lett komplex módon felújítva, az evangélikus és a katolikus iskola, most már csak a református van hátra, tehát nagyon jó a mérleg a kerületi oktatás és intézmények esetében. Itt szeretnék röviden szólni, mert kapcsolódik a témához, a múlt hét pénteken megrendezett autizmus konferencia, amely a kerületi tankerület és az önkormányzat közös rendezvénye volt. Több mint 200 pedagógus jött el, vagy intézményvezető jött el az ország minden pontjáról, mert érezhető volt, hogy ez a téma egy úgynevezett hiány pótló téma, hiszen kevés a párbeszéd ebben a betegségben, és nagyon jó, hogy a legfontosabb szereplői itt voltak ennek, ezen a konferencián, ennek az ügynek. Az önkormányzat nevében mondhatom, hogy büszkén mondtam el az, hogy nálunk a 17. kerületben, ha valaki hasonló fogyatékkal küzd, egészen a bölcsödétől a nagykorúságáig rendelkezésre áll a szükséges intézményrendszer. Menjünk gyorsan végig, hiszen a bölcsödék tekintetében ott van az integrált bölcsöde, a Mirmur. Az óvodák tekintetében minden alapítókiratban rögzítettük, hogy a sajátos nevelési igényű gyermekeket fogadniuk kell. Itt különösen 2 óvoda végez kiemelkedő munkát, ugye a Kuckó óvoda és a Mákvirág óvoda. Fölvettünk új alkalmazottakat, gyógypedagógust és gyógypedagógiai asszisztenst, akik a egyedi vagy egyéni foglalkozást is biztosítják, és tovább megyek az általános iskoláink és középiskoláink alapítókirataiban is mindenhol jelen van a sajátos nevelési igényű gyermekeknek a fogadása. És minden óvodáskorú és általános iskoláskorú gyermek számára, ha nem megy az integrált nevelés, akkor lehetőség van a szegregált nevelésre is, hiszen a Gyurkovics iskolánknak már van egy óvodai csoportja, a Micimackó óvodán belül, amely kifejezetten ezekkel a gyerekekkel foglalkozik, nem integráltan, és ott van a Gyurkovics iskolánk is, ami ezt a feladatot látja. Tehát élen járunk ebben a problémában, már annak kezelésében, köszönhető a sok-sok jó kollégánknak itt a 17. kerületben. Ennyit szerettem volna most erről mondani, a következőkben pedig felhívnám mindenkinek a figyelmét, hogy jövő szombaton ismét megnyílik az adventi vásár és az adventi program sorozat Rákosmente főterén. 5. esztendeje rendezzük meg már ezt a szép hagyományt, az, hogy a karácsonyra így együtt készülhet Rákosmente közössége. Idén azt hiszem, hogy még színvonalasabb, még tartalmasabb programokra lehet készülni. Csak néhány föllépőt hagy említsek meg, a Boyki Brothers fog föllépni, Szabó Ádám, Tarsoly zenekar, a Margaret Island, itt lesz Charlie, Takács Tamás Dirty Blues Band, Zsuzsa Mihály, ki ne adjam. Szóval sokan, a Kolompos Együttes, lesz több alkalommal jégdiszkó a fiataloknak, táncház, tűzsonglőrök, állatsimogató, látványkovács, ugye a jégpályát is fölállítjuk,
amely reggel 8-tól este 20 óráig tart majd nyitva. A kereskedők gyakorlatilag elég széles körűek, leginkább a kézműves vásár az, ami dominál. Különböző olyan termékeket fognak árulni, amik karácsonykor az ajándékek összekészítésénél jól jönnek, majd a játék, a különböző ajándéktárgyak és a hagyományos élelmiszerek vására fog dominálni ezen a programon. Ismét lesz szilveszteri buli, amely Budapest egyik legnagyobb szilveszteri összejövetele 31-én, arra is neves előadók jönnek, és várunk mindenkit sok szeretettel. Szeretnék még szólni arról az örömteli hírről, hogy november 17-én, Budapest születésnapján fővárosi kitüntetéseket adtak át, és javaslatot tettem egy Budapestért díjjal való kitüntetésre, és szerint Galgóczi Árpád személyre vonatkozólag a fővárosi közgyűlés ezt jóvá hagyta, és Galgóczi Árpádnak most november 17-én a fővárosi önkormányzatban ezt a kitüntetést ünnepélyes keretek között átadták. Ezúton is gratulálunk neki. Szeretnék még két programot mindenki figyelmébe ajánlani. Ma este a Rákoshegyi zajkonzultáció keretében egy lakossági fórumot tartunk Rákoshegyen a Cimra Gyula Általános Iskola ebédlőjében, ahol kiértékeljük azokat a kérdőíveket, amit az önkormányzat, mint egy 1200 darabról van szó, Rákoshegynek a zaj által leginkább érintett részén szólt ki. Közel 50%-a válaszolt a polgároknak és töltötte ki a kérdőívet. Tartalmát este a lakossági fórumon fogjuk ismertetni, és az ott fölvetendő kérdésekre igyekszünk mindannyian válaszolni. Hatóságokat is megkerestük, hatóságok egy részétől már megkaptuk írásban a válaszokat, amiket ismertetni fogunk a Rákoshegyi problémákkal összefüggésben. A folytatásban pedig a lakossági fórumon remélhetőleg kialakult egyetértés szerint szeretném majd tovább lépni. Végül a közmeghallgatásra hívom fel a figyelmet, jövő héten csütörtökön 18 órakor Vigyázó Sándor Művöldési Ház Fórum termében minden képviselőt várunk szeretettel, legyen ott, és próbáljunk tisztességgel válaszolni minden felvetett kérdésre.